Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én a Madban vagyok, és ez itt Arcaláron 4 keleti irányú imperializmus 2.0 a következő része. A legnagyobb, hogy emlékeztek, kicsit újrarajzoltuk Európa térképét, elfoglaltuk a csehszlovákokat és megszereztük Szlovéniát, és küldtünk egy önkéntes alakulatot Kínába, akik remélhetőleg majd segíteni fognak a szovjetek ellen, amikor kivertik onnan a japánokat. Ma pedig valószínűleg le fogjuk verni a japánokat, és jó eséllyel ki fog robbanni a világháború, és a mai részben remélhetően nem leszek annyira zombi, mint a legutóbb voltam. Egyébként bocsi, de ez van, úgy tűnik sírül, most eléggé rendesen megfázlom. Na mindegy, biztos tehetett róla, van egy csandagyanom. Oké, az emberünk mindig olyan jó, mint a múltkor, megyünk és elfoglaljuk azt a... Ó, a fenébe oda küldött egy gyalogos osztályt. Na mindegy, megpróbáljuk kiszorítani onnan és elfoglalni ezt a kikötőt. Ekközben mit fejleszünk? Ezt itt. Az indiai drillgyalogság nem elég fejlett, kell helyette indiai hegesztőgyalogság. Apropó India közben, mint mivel? Most vannak a választások, most van, hogy dönteni, hogy britek mellett maradnak, vagy elpróbálnak szakadni. Jó. Te onnan nem mozdulsz, barátocskám. A fenébe volt ez, ha az egyik egységgel meglépett. Általában ugye ilyet nem szokott csinálni. Na jó, akkor menekülj. Egy kikötőből így is visszaszorítottuk őket, és megnehezítettük nekik az ellátást, ez is bőven jó. Hát ez nem igaz. Bevett a Nimbót és elsétál. Ezért érdekes egyébként egy kicsit, hogy abszolút nincsenek a játékban úgy partizánok, mint ahogy háromban voltak. Mert ott azért ilyenkor visszafoglalta volna egy partizán egység egyszerűen a kikötőt és csá. Mit fejlesztünk következőnek? Fejlesztjük ki ezt itt. Ó, visszajött. Oké, akkor menjünk rá. Mussolini sikeresen elfoglalta Albániát, hát gratulálok ehhez a hatalmas teljesítményhez. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy meg fogjuk kapni Montenegrót, amikor felosztjuk Jugoszláviát, de ez van. Nem vagyok biztos, hogy ez van-e kötve. Ez kiürítette megint, hát ez nem igaz. Jó. Hol csapjunk le a páncéloseinkkel? Én nem mondom, hogy megint fölmegyünk Nanjing felé. Gyere ide, most használjuk a front parancsot, mert lusta vagyok. De jó, igazából pont annyiba kerül manuálisan kiadni a parancsot, szóval mindegy. Ami azt jelenti, hogy töröljük is a frontot, mert itt gondok lesznek. Egyébként az idegesítő, hogy már a tervezés nagy idézőjelekben, tehát jobb klik Vladivostok, az objektív bónuszokat ad. És ezért utálom, hogy... Tehát ezért szeretném használni a front parancsot, mert szükségem lenne rá, csak utálom, hogy használnom kéne, mert össze-vissza elcseszi az egységeimet. Fejlesztettük a vasúti tüzérséget, mit fejleszünk következőnek? Légvédelmet nem használunk az egységeinkben, szóval az nem szükséges, hogyha használunk, akkor majd inkább önjárót. Fejlesztjük a tengerészei doktrináinkat. Az ellenség valahogy menekül Nanjingból, amikor nem is támadtuk. Na mindegy, én nem panaszkodom. Na jó, de. Azokat ott megfutamítjuk, probléma nélkül. Itt a páncéloseink gondban vannak, mármint az SS motorizált osztály, ezek ugye nem annyira páncélosok. Ott szarban leszünk. Mi van ebben a hadosztályban, hogy ilyen bedarálja az egységeimet védekezve egy városban? 10 motorizált és egy tüzérség. Ja, akkor egyszerű számbeli fölényre hagyatkozik. Várjunk! Ebben nincs semmiféle tankellárító. Miért nem használ a... Hogy is hívják, a páncélom? Na, le kéne vinni 50%-ra a damage-et. Na mindegy, Nanjing. Nem mész oda. Jó. Úgy látszik, hogy most meg is meg tudjuk tartani Nanjingot, de hát a kínaiakon múlna az, hogy ténylegesen megtartsák és nem fogják. Közben vannak itt gyáraink. Rendelünk, én amondó vagyok, néhány tengerészti gyárat. Igen, tengerészti gyárak. És mire költsük katonai gyárainkat? Én amondó vagyok, hogy kiterjesztjük a nehéz tankgyártósort, mert lehet, hogy szükség lesz rájuk. Hány nehéz tankunk van? 41. Az nem elég arra, hogy jelenlegi páncélosokat felszereljük, közel sem. Már inkább felszereljük még egy ezreddel. Na mindegy. Várunk, hogy jöjjön egy kis felszerelésünk. Itt mindjárt, igen, át is tudunk csapni a folyón, remek.
ezeket az egységeket szerintem el tudjuk vágni egy gyors manőverrel itt. Mondom, egy gyors manőverrel. Akkor mindegy. Lényeg viszont az, hogy visszaszorítjuk a japánokat. Itt lehetőséget szimatolok, miből nincs elég. Chrome, még több chrome-ot. Stalin az összes chrome-ot, nagyon az összeset. Tényleg, mit csinál Stalin? Éppen a balti államokat befolyásolja. Ó, Észtország dekommunista. Meg Litvánia is. A britek közben kutatnak. Olaszország. Nehéz levegő. Az amerikaiak folytatják katonai építkezést, ezek a fókuszok egyébként förtelmes snópék, a kedvencem az, azt hiszem ez. Ja, 12 gyár reflexből. Az amerikai fókusz valami nevetséges. És az indiaiak úgy látszik, hogy a britek mellett maradnak, tehát nem lesz indiai nemzeti hadsereg polgárháború. Ez van. Na mindegy. A lényeg viszont az, hogy itt van lehetőségünk adott elválni jó pár japán egységet. Már menekül. Megérdezte, hogy itt valami nem lesz jó. De hogyha a Mazlink van, akkor meg tudjuk állítani. Még mielőtt meglépne. Kívül, hogyha elvonatoztatta az egységeit, akkor már rácsesztünk. Hány ez nem van ezekben? 8 és 2 páncélos. Ezekben meg van 10-13 motorizált, oké. Egyszerű létszámmal veri meg az egységeimet. Ahol tudja. Itt most mondjuk éppen nem. What? ez mi? Ennek az egység nem itt kéne lennie véletlenül? Komolyan mondom, ez a játék néha olyan, mint hogyha egy alfát, mint hogyha egy alfa lenne, vagy egy béta, legjobb esetben. Ja, és nincs ott, oké. Végül is, csak oda ment. És védekezett abban a tartomány. Jó. Na mindegy, kezdjük el megsemmisíteni ezt a két osztályt ott. Jó. Az első kipróbál törni, sikertelen volt. Támadjuk rögtön. A kínaiak, hogy elnézem, elkezdtek besíteni az üres tartományokba. Ez már jobb, mint zemmi általában szokott lenni. Van egy rakás fölös politikai pontunk, mit fejlesztünk? Hogy elnézem, most mindenki megfelel, aki a kabinetünkben van. Totális mobilizációt úgyse tudunk bevezetni, és azt szerintem túl sok, hogy is hívják, ott is enne meg. Manpower-t, szóval nem fogjuk bevezetni soha. Jó. Mi legyen a következő? Shanxi azt hiszem nincs benne a háborúban, de nincs ám. Szóval talán, hogyha ide fölküldöm a páncélosaimat, meg úgy kollektíven az expedíciós erőmet, akkor talán el tudjuk vágni őket, mármint az itt lévő japánokat. Nyilván nem Shanxit. Ekközben a japánok délen igazából úgy törhetnének előre, hogy csak akarnak, de nem csinálják, mert hülyék. Nekem addig jó. Fejleszik a javítást. Építünk pár szintetikus olajfinomítót. És katonai gyárakat. Még többet. És közben előre. Jó, azt a motorizált halosztályt vissza tudjuk verni. Tényleg, hogyan motorizált felszerelése van? 232. Egy motorizált megeszik 50-et. Hát akkor biztos, hogy nem tudjuk felszerelni egy csapásra az összes páncélosunkat plusz motorizált felszereléssel. Ezen gondolkoztam, mert kicsit gyengék így az egységeink, ugyebár. Mivel foglalkozzunk legközelebb? Én nem mondom vagyok, hogy újra bejelentjük a nyugati igényeinket. De inkább azért, mert hogyha a szovjetek integrálják Litvániát, akkor így már elvesztenénk Memelt. És nem akarjuk elveszteni Memelt. Memel létfontosságú. Az egyik hegyivadászat osztályunkkal megelítjük azt a tengerészi jogos egységet. A sárkszok túl messze vannak a víztől. Úgy látszik, meg tudja verni a hegyivadászat osztályunkkal, nem számítottam. Főleg, hogy ezek ugye a japánok elit egységei.
Jó. Úgy látszik az Emi megint olyan megszimítottad, hogy mire készül, mert elkezdett kivonulni a térségből. Ott van a gyalogságon, remélem azért rá tudunk törni. Úgy látszik nem. Jó, megállj. A motorizált egysége meglépett, egy gyalogos osztály tartja, azt, annak ugye szét tudom zúzni a szervezettségét, még mielőtt befutna a másik a csatába, és úgy látszik sikerül. Igen, nagyon kevés szervezettsége van. Szerintem át tudunk rajtuk törni, és meg tudjuk csinálni ugyanúgy a bekerítést. Közben szarban vagyunk, hogy a japánok elmentek a másik oldalra, amit a kínaiak teljesen üresen hagytak. Minő meglepetés. Tudok küldeni még egy önkéntes hadosztályt. Küldünk egy legit páncélos hadosztályt ezúttal. Közepes tankokkal hogy állunk? Minusz 162. Pedig a gyártósor teljes effektivitáson működik. Jó, törjünk tovább. Oké, okay, feljött a fiánk, kapjuk a bónuszt. Fejlesztjük a következőt. Ti itt megálltok. A fenébe ezek gyorsan odaértek, akkor a gyalogságot már tényleg megállítjuk. Jó, vissza. Lövjünk és megálltjuk azt a motorizált osztályt, hogy misztikus módon pont akkor kezdett el visszavonulni, amikor én kiadtam a parancsot. Egyértelmű, hogy az Emi nem lát bele a parancsaimba, ez teljes véletlen volt. Viszont felszereljük új századokkal a páncélosainkat és az SS hadosztályainkat. És mivel az ellenség itt Nanjing felé megy, és kínai, hogy mindig oda, nem is állították oda a gyalogságukat, megyünk és segítünk ott. Oké, okay, megérkezett Shanghaiba az egységünk. Szerencsére ez közel van. Ide rendeljük. Végre vannak normális páncéloseink. Az tengerészi jogos adosztály esélytelen ennyi egység ellen. Jó, itt támadunk a vadászainkkal. A páncélosokkal megpróbálunk elmenni az ellenség mellett gyakorlatilag. A közepes páncélosainkkal bevonunk ebbe a tartományba és próbáljuk tartani. Ezt már nem tudják átütni. Ez van egy nagy előrelépés. Jó. Oké, okay, azzal az egységgel meglépett, viszont bekerítettünk két halosztályt. Négy ellenséges halosztály érkezik, paraszállás. A küldetem sikeres volt. Mert a kínai emmi hülye. Megyünk és szétverjük őket. Hogy állnak veszteségek terén? Japán már 200 ezernél van, már fel annyit vesztettek, mint a kínaiak. Ez jó, haladunk. Már jobb az arány, mint volt. Jó, Shanghait úgy látszik elfoglalt, aztán kiürítette. Ez eszméletlen ideges, hogy ez a besétálok, ott hagyom. És megpróbált balra szállni, miután ott hagyta. Na mindegy, újabb hadosztályt vágtunk el. Megsemmisítjük. Mit fejleszünk? Kifejleszik az első manizált felszerelést. Jó. Na most, hogy van egy normális páncélos hadosztályunk, amit nem tud átütni a gyalogsága. Jó van, hogyha lenne még pár, csak ugyebár nem lehet, nem lehet hazahívni hadosztályokat, hogy másikat küldj helyettük. Na mindegy. A frontot így megerősítjük. Hát a franciák valami csúnyára készülnek majd a fasisztáikkal. Ami azt jelenti, hogy nem ártana egy gyalogos különítmény, ami a volt belga határt fogja. Rendelünk ide 20 hadosztályt. Nem overkill, erre szükség van, nézd meg hányan vannak franciák. Jó, memel a miénk lesz. Mighty memel. Hozzuk fel Jugoszláviát. Memel a miénk. Dicsőség, oppa! Francia polgárháború. Jó szórakozást. Istenem, ez a... Ez, va!
Akkor írtam az, ami megint okos volt, és üresen hagyta a két osztálya között ezt a területet. Tiszta Ardennek az egész, mint nem mondjak. Ó, az két halosztályom itt volt, és üresen hagyott mellettük egy tartományt, ahol simán odaküldette volna az egyiket, és akkor nem lett volna semmi ilyesmi, mert nem tudtam volna áttörni rajta. GG. Na tehát, mivel ez a része üres a frontnak, hogyha elmegyünk Shanxiig... Franciákat nem hívjuk be, valamikor majd harcolni akarunk velük, valamikor. Csak én nem tudom, hogy mikor. Én nem mondom, hogy kezdjük el fejleszteni nyersanyag kitermelés, mert hamarosan lesz nyersanyagunk, úgy kollektíven. Azt hiszem ez a finomítók nyersanyagaira is vonatkozik, tehát ilyen szempontból se rossz. Jó, ott nem tudunk áttörni, vissza. Oké. Úgy látszik itt ki tudja majd védeni a támadásomat. Amerika gyakorlatozik. Erről úgy lehet, egy kicsit késve kaptam értesítést, igen. Ez ugye ez volt. Meglátjuk, hogy ki ellen akarnak majd beavatkozni, hiszen a szovjetek fogják kapni most a fejükre. Mert én jóval kevésbé voltam agresszív, mint ők. Na jó, eddig még nem voltak agresszívak, de előkészítették az agressziót. Már befolyásolják a balti államokat, Lengyelországra már jogokat fektettek, azt hiszem, igen. Lengyelek. Megerősítik a poklot. Nem. Tehát a nyugati határokat erősítik egyébként. Nagyon zseniális húzás, amellett, hogy a szovjetek már elkövetelték keleti országrészt. Na mindegy, már így megpróbálták. Most meg Besszarábiát akarják. Jó, veletek megállunk. Daráljuk be azt az egységet. A gyalogságunk marad védekezni, a páncélsokkal tovább a reptérre. Jó, az ellenség nem is támad minket, akkor bedobjuk az egyik helyi vadászadosztályt. Szerintem ezeket át fogunk tudni törni. Aha, tehát a normális páncélsain mindig nem tudja áttörni az ellenség. Ti ott megálltok. Mauserre cseréljük, felveszünk helyette az Opelt, akik segíteni fognak mechanizált fejlesztéssel jut eszembe. Mert van bőven annyi politikai pontom, hogy ilyeneket tudjak csinálni. Lehet, hogy megérne egyébként itt ott támogatni fasisztákat. Az a baj, hogy Amerikában egyébként az Egyesült Államok fókusz egyszerűen olyan erős, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert nem fogod tudni támogatni a pártot, amit akarsz. Mindenhol demokrácia lesz. Ó, Paraguayban a kommunizmus, oké. Milyen fókuszon vannak? Kommunizmus fókuszon, akkor jó. Még Dominika is, egyébként alapból fasizmus fókuszon vannak, még ők is elkezdtek átmenni demokráciába. Na mindegy. Nem tudom. Támogassuk Portugáliában a fasisztákat, meg Svédországban. Portugália azért, mert ha a spanyolok nem állnak mellém, akkor ők jó pótlék lesznek. Svédországban azért, mert ő svéd a cél. Ez egyik legbiztosabb Wolfram lelőhelyem. Úgy látszik, most sikerülni fog a műveletünk. El tudunk menni a Shanxi határig, hogyha elkerülünk azon a folyón. Ti maradtok itt. Reméljük, hogy a kínai emi nem lesz full retard, és nem hagyja, hogy bekerítsenek minket. Örülnék, hogy befolyna ide a gyalogsága, másra úgyse jó. Egyébként ilyenkor lenne jó, hogyha meg tudnám nézni, hogy milyen azoknak mondjuk a felszereltsége, akiket támogatok, mert ugye a kínaiaknak most rohadt módon nincs fegyvere, ahogy elnézem, de nem tudom, hogy manpowerük nincs, vagy fegyverük nincs. Szerintem küldünk fegyvereket. Ebből a régi karabélyból van 11 ezer. Ebből küldünk nekik mondjuk 5 ezeret. És küldünk nekik mondjuk 200 régi tüzérségi ágyut. Jó. A japánok ott támadásra készül. A japánok ott ki akarnak törni. Ezt nem fogjuk engedni. A kínaiak ott támadnak. Na, ott nem fogsz támadni, barátocskám.
Ja, ott megfutamították a japánokat a kínaiak valahogy. Ezt nem tudom egyébként, hogy csinálják. Tehát komolyan úgy védekezni, úgy, ahogy tudnak ellenük, de a felszerelésük förtelmes támadáshoz, de valahogy nyertek. Jó, ezt az osztályt elvágtuk, ezt a hármat majdnem. Sajnos végül nem jött össze. Mert megállították itt a páncéloseimat. Egy eléggé öngyilkos támadásban egyébként. Oké, végül mégis sikerült őket elvágnunk. Betaláljuk ezt az osztályt, betaláljuk azt a két osztályt. Istenem, még itt van ez a maradék. Mennyi lehet ez 5-6 osztály talán? És közben a doktrinák fejlődnek, ami ez ugye... Egyébként ez kicsit vicces, hogy nem kell semmi újraképzés az egységeinek, hogy rögtön kapják a doktrina bónuszt. Na mindegy. Az ember azt hinné, hogy a tisztetnek el kell magyarázni, mi az új ötlet, de nem, megtudják rögtön. Német telepátia. Az egyikünk arra gondol, hogy Szudéta vidék, és mindenki el akarja foglalni a Szudéta vidéket. Hibátlanul működik. Tényleg Stalin föltaláltad már az embert? Úgy látom, még nem találta fel az embert. Szörnyű. Ilyen hülyeségekkel foglalkozik, amikor még az embert se találta fel. Bár nem akarom tudni, hogy Stalin milyen embert találna fel. Jó. Na most, mit csináljunk? Az oroszok, ahogy mondtam, lehetséges, hogy meg fogják kapni Montenegrót, nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy egyébként a Ljubljanai döntéssel kapták volna meg, és már megúsztuk. Én nem mondom vagyok, hogy létrehozunk egy független Horvátországot, és Szerbiát anektáljuk. Egy független Horvátországot. Oké, Montenegrót megtartottuk, úgy tűnik, azt a Ljubljanai döntésben kapták volna meg. Mit toljunk át? Legyen a második bécsi. Barátkozunk inkább Kínával? Nem, még odébb van a győzelem. Legyen második bécsi döntés. A kínai barátkozás az nem kell az, hogy Japánnal hadban álljanak, ugye? Nem kell. Második bécsi döntés. Jó, ez a gyártósor itt megvan. Renderünk még egy gyártósornyi Panzer 3-ast. Ups, nem ezt akartam. Nem. Mondom, nem. Úgy, és még több Wolframot. Hol nincs ellátmányom? Mi ezzel a tegség? Mi folyik itt? Ja, csak ott, oké. Nem vágtak el. Hála az éjnek, attól féltem. Megvan a mechanizált felszerelésünk, fejlesztjük a mesztetik fejlesztjük a számítógépeinket, arra szükség lesz. Jó, átkerülünk ezen a folyón, hogy ne folyón keresztül támadjunk. Az ellenségnek nem jön helyre a szervezet, ennek helyre jön a szervezettség úgy, hogy be van kerítve, what the fuck? Na mindegy. De ez így jó 5-6 osztály, amit itt bekerítettünk. Ezek jó nagy hadosztályok, ugye Japánról van szó. Láttuk, hogy tel van ezredekkel mindene. Oké, már 240 ezer fő veszteségnél tartanak. Délen úgy látom, nagyjából stabil a helyzet. Shanghai-t megint bevették a japánok, de hát ez van. Kína kapja a felszerelésünket. Reméljük, hogy japánok nem sügyesztenek el mindent. Vegyük be ezt a repteret. Mi legyen a következő támadásunk? Igazából elvárnám ezt a fejezéket, viszont van benne két kikötő, onnan az ellenség el tudna menekülni. Ez a probléma. A másik lehetőség az lenne, hogy figyelmen kívül adjuk kikötőket. Előre törünk itt, elfogjuk Jinant, és nem fogjuk ismételten bekeríteni a Shanxi határnál az ellenséget, utána pedig éjszakra Mandzsúriáig.
Nem, inkább támadjunk erre, várjuk ezt a félszigetet, de ezt mindig elfejtem, ez a félsziget. A régió Chandonnak hívják, de lehet, hogy a félsziget is, ez mindegy. Mindig kell, hogy melyik a Liaotung meg ezek. Azt hiszem, ez bocsánatos bűn. Na. Az gyilogos odasztályt azt hiszem el tudjuk válni a part mentén, mert az emmi hülye. Ja. Egyébként a dolgok 95... Oké, nem volt az emmi annyira hülye. A dolgok 95%-ára magyarázta ebben a játékban, ez az emmi hülye. Remélhetőleg ki tudom őket szorítani abból a kikötőből, de rohadt gyorsan. Igen, az ott menekül. A páncélosainkra elváljuk a felszigetet. Tovább előre. Jó, ezt a két osztályt beszorítottuk a kikötőbe, nem fognak tudni elmenekülni. Itt pedig megyünk tovább afelé a kikötő felé. Ott pedig az ellenség nem tudja áttörni a gyalogságomat. És a franciáknál nyertek a fasiszták. És Magyarország szövetkezni akar. Mármint belemegy, hogy szövetkezzünk, oké. Úgy látom, a francia határrendelet 20 gyalogos adosztály, még nem készült el. Rendelünk néhány hegyi vadászadosztályt. 2x5-öt. Jó. Ezzel keresztül mentünk a Magyarországra nyomáskifejtés fókuszon. Az a probléma, hogy ebből a fasiszta támogatást nem kapják. Na mindegy. Ami azt jelenti, hogy elkezdjük Magyarországon, Romániában és Bulgáriában támogatni a fasisztákat. Románia... miért? Romániában miért ilyen erősek a demokraták? Fene se tudja. Jó, úgy látom, hogy az ellenség meglépett. Mennyi veszteség? 248 000, tehát azért okoztunk veszteséget támadás alatt. Viszont most, hogy ez megvan, el tudjuk vágni az itt lévő adosztályokat. Megyünk Shanxi határig, előre. Ahogy elnézem, az ellenség nem igazán készült rá föl, hogy erről fogok tovább támadni. Pedig teljesen meglepő, hát végül is csak itt vagyok. Na mindegy. A páncélosokat minél gyorsabban átdobjuk a folyón, amíg nincs ellenállás. Egy adosztályon lemegyünk és támadunk Jinan felé. Elváljuk ezt a két adosztályt. Megtörtént. Jó, újabb két adosztály elpusztítva. Bámulatosan hülye az emmi. Az SS adosztályainkkal délfelé megyünk, a páncélosokkal nyugat felé. Az SS adosztályokkal megpróbálunk itt kialakítani egy ilyen mini bekerítés Jinannal. A páncélosainkkal megpróbáljuk elvárni az egész bagást. És közben földartjuk minden irányból az ellenség, földartunk minden ellenséges gyalogságot a másik irányból. Még több Wolfram, importáljunk a portugáloktól is. Ja igen, és Szerbia tele van krómmal, tehát azt már nem kell importálnom. Horvátországban azt hiszem csak alumínium van, ugye? Igen, 10 alumínium. Az nem igazán éri meg. Már nem igazán éri meg, nincs igazán rá szükségem konkrétan. Ez a gyártósor már félig van. Ontjuk magunkból a páncélosokat. Hány fölösleges közepes páncélosunk van? 487 és 128 nehéz. Ezen a kadasztalinak adunk még egy közepes és még egy nehéz páncélos ezredet. Oké, egy kicsi mínuszban vagyunk, de le fogjuk termelni. Ez amúgy leginkább azért jó, mert beízítjük a gyártósorokat és nem kell majd sokat szarakodnunk akkor, amikor kifejeztük a tigriseket. Jó. Menjünk rá arra a reptérre. Az ellenség hozza az elit tengerész gyalogosait. Hát megpróbáljuk megállítani őket. Az ott rámenekül a hadosztályomra. Már megint ezek az érdekes dolgok, amiket itt művel az emmi. Magyarország már a szövetségesünk, szóval próbáljuk meg nekik annyi területet adni, mennyi csak lehetséges. Az olaszok mire mennek? Még nem tudni. Lengyelország belépett a szövetségbe. Romániára kaptunk forgolt. Oké. Okay. Neki menjünk a Romániának. Szerintem egyelőre még nem. A forgol meg fog maradni, hiszem, az idő végezdeig. Igen, oké. Okay. Leállítjuk a bártámogatást, mert teljesen fölösleges. Be fogjuk őket zúzni valamikor.
Csak egyőre még nem most. Nem akarok hadat üzenni, mert akkor eltűnnek Kínába az önkéntesém, hazateleportálnak. Milyen gyorsabban szeretném megszerezni ezt a research-tot egyébként, azon gondolkozom, hogy hogyan érjünk el oda. Szerintem toljuk át a jubileumi döntést. Szerezzük meg a bolgároknak Trákiát. Ja, az ellenség ott rám menekült. Oké, okay, itt bárkinek megpróbál, megpróbálja felszabadítani ezeket az egységeket, azt ott szétverjük. Jó. Támadunk oda. És ez a négy szerencsétlen hadosztály szintén elpusztul. Remek. Japán hány hadosztálynál tart? Vagy mennyi veszteségnél? 261 ezer. Tehát újabb körülbelül 20 ezer fő veszteséget okoztunk ezzel a kis támadással. Remélhetőleg mindjárt vissza tudjuk foglalni majd Pekinget. Itt is véletlenül hegyebe fogunk futni, szóval megpróbálunk egy újabb támadást intézni a Shaanxia terv felé. Igazából ugyanaz a manőver, mint ami eddig kétszer már bejött. Azt a motorizált hadosztályt elsöpörjük. És közben megpróbáljuk bekeríteni őket. Pontosabban elvágni őket. És most próbáljuk bekeríteni őket. Otthon rendelünk még egy szintetikus finomítót és néhány katonai gyárat. Ezeket a hadosztályokat kihezrendeljük, ide rendeljük őket. Ezt a 10 hadosztályt átrendeljük a nyugati frontra. Kit kapjanak parancsnokra, megkapják Paulust. És kirakjuk őket ide a volt belga határra. Britekkel közben mit ügyködnek? Statikus hadviselés, az teljesen működőképes. Szovjetek mindent visszavisznek az Uralhoz valamiért. Szerintem, hogy miért. Nem mint a hadban állnának velem. Ja, magas a World Engine, oké. Amerika. Készülnek a beavatkozásra. Nem tudom, hogy miből akarnak beavatkozni, mert még nincs háború, de ők készülnek. Hát pontosabban van egy háború, Japán. Oké, onnan valahogy elmenekültem. Szóval hogy csináltam, abban nem vagyok teljesen biztos. Főleg, hogy ilyen teleportszerűen. De ott két újabb hadosztályt elpusztítottunk. Na. Ez itt Mengjiang, ez egy japán bábállam. Ez nem semleges terület, tehát itt nem tudom a határhoz szorítani őket. Úgyhogy ezt a pár hadosztályt itt el kell vágnunk. Nem is zavarja őket, csak ott áldogálnak. Nem, mintha éppen bekeríteni őket egy német páncélos hadtest, na mindegy. Jó, jobb nyersni a kitermelés. Még jobb nyersni a kitermelést. Még több Wolframot Portugáliából. Délen közben a japánok teljesen üresen hagyták a határt, de a kínaiak nem mennek át rajtuk valamiért. Mennyi motorizált felszerelésem van? 1500. Küldünk 500-at a kínaiaknak. Jó, azt a hadosztályt elsöpörjük. Ami azt jelenti, nem, sétálj csak be nyugodtan abba a tartományba, ahol el tudunk vágni. Gyerünk, előre! Én is benn van! Nem mész sehova. Mondtam már, hogy ez elmi zseniális? Ez két újabb hadosztály, abból az egyik motorizált. Ezt a hadosztályt, ami egy kicsit kifáradt, ezt elküldjük arra, hogy elfoglalja azt a tartományt ott, és akkor el tudjuk vágni talán ezt a hadosztályt. Oda fognak érni a pók. Hoppá! A szovjetek megtámadták a lengyilek, a szovjetek hadban a szövetséggel. Oké. Okay. Most ilyen szerint elkövetelném Dancigot, de... De nem. Egyőre nem akarok hadba kerülni a szövetséggel semmiképp, mert az emmi van olyan hír, hogy elutasítson. Viszont... Hogyha a szovjetek lerohanják Lengyelországot és kapitulálnak, akkor határosak leszünk, annak érve, hogy csak megszállt területről lesz szó. És... Mit akartam mondani? Hoppá! Ennyit Észtországról és Lettországról. És ki tudom húzni ennek a fókuszokat. Tényleg Romániát garantálják? Nem. Magyarország fabrikál rájuk. Ajjaj. Remélem, hogy a magyarok nem fognak berángatni egy háborúba.
A biztonság kedvéért kirendelünk egy új páncélos hatestet, pontosabban létrehozunk egyet. Mástein megkapja őket. Elég egyértelmű céllal. Ti is jöttek ide. Ezek ide már csak a jövőség hadosztályok. Ezek kikötőkben állnak, ugye? Igen, nagyjából, meg Brémában. Jó, az ott nem lesz jó. Úgyhogy viszont át tudunk törni az ellenségen és elfoglaljuk Pekinget. Egyrészt az jó, mert ugye rohadsó victory point, tehát akkor annyit a kínai megadással. Bár Nanjingot már úgyis stabilan tartjuk. Nagyjából. Na, kínai türese határi tanít lenne a dolgot, hogy elkezd előre sétálni. Na mindegy. Tehát ha elfoglaljuk Pekinget és erre tudunk csapni, akkor ismételten elvágunk pár hadosztályt. Megpróbáljuk minden lehetséges ponton elintézni ezt a folyó átkelést. Úgy látszik, Pekingben tudunk átkelni. Oké, átkeltünk. Rögtön ellentámadás. Egy egységünk elkezdett menekülni, de összességében nyertünk. Az ellenség hülye is kivonta a hadosztályát abból az erődből. Segítünk átkelni a páncélosainak, hátba támadjuk az ellenséget hegyi vadászokkal. Bemenekült az erődbe, de megfutamítottuk. Megállítjuk azt a gyalogos hadosztályt a mozgásában. Erőt bevéve az ellenség menekül. Jó, az a kikötővel esett, tovább előre. Ott megállítjuk a japán gyalogság mozgását. Na, azokon alatt nem fogunk tudni áttörni. Bulgária kap Görögországot, egy kicsit. Olaszország belépne a tengelybe, de nem akarom, hogy berángosni egy hülye háborúba, mert ez elég érdekesen viszonyul, hogy vár a fókuszaihoz. Mussolini háborút akar a görögökkel, no thanks. Sok sikert a szövetséggel. Ezt nem húzom ki, mert ez vábot csinál a Görögországból, ami azt jelenti, hogy Mussolinivel hadba kerülök. Húzzuk ki ezt így, menjünk a fel az új research slot felé. Itt csak egy páncélos hadseregem van, ugye? Ja, a másik Manstein alatt van. Ők vannak román határon. Egy megnemtámadás szerződésbe belemegyünk az olaszokkal. Jó. Megyünk előre. Megint belefutottunk egy ellenséges az osztályba. Lehet, hogy ebből a bekerítésből végül nem lesz semmi. Ja, úgy tűnik, nem tudjuk őket bekeríteni. Viszont visszaszorítjuk őket mandzsúriai területre, amivel már ez nagy előrelépés. Szerintem következőnek lemegyünk délre és egy kicsit rendet rakunk itt is. Az a hadosztályod nagyon ellenáll. Ez nem jó döntés. Gyerünk, gyerünk. Elmenekült, oké. Bár, oda küldött most két hadosztályt rendel be abba a tartományba, megállj. Beértünk. Na mindegy. Akkor kivédjük ezt a támadást és veszteségeket okozunk az ellenségnek. Jó. Ott néhány hadosztály, jelenleg nincsenek elvágva, hát az ott Mengukó. Pekinget valahogy elfoglalt az ellenség, azt visszafoglaljuk, azt a hadosztályt viszont talán el tudjuk vágni. Igaz, hogy nem egy japán hadosztály, és közel sincs teljes felszereltségen. Tehát nem okozunk akkora veszteségeket, de mégiscsak egy hadosztály. Tényleg Dietrich egyébként közben már Hillfighter lett. Szerintem még lesz ebből Mountaineer is, meg Ranger is. Oké, úgy látszik, hogy elkezdtünk egyre komolyabb ellenállásba futni. Az ellenség keresztül akar támadni a folyón. Ez egy nagyon bátor lépés, csak nem fog működni. És most, van egy hadosztály, amit nem darált le a támadásban. Na jó, ezzel az SS hadosztályra elmegyünk délre segíteni a kínaiaknak. Rendelünk még több katonai gyárat. És rendelünk a Rajna vidéken néhány légvédelmi ágyút. Hát a szövetségesek valami nagy bombázásra készülnének ellenem. Közben 40-et írunk, szóval fejlesztjük a gyalogsági felszerelésünket, és a Krupp helyett fölvesz, nem a Krupp helyett, Zopel helyett fölveszünk ismételten a Mausert.
Azon gondolkozom érdemel, hogy nem támadjuk meg Romániát, mert akkor hazateleportálnak az önként. Bár hogyha hazateleportálnak az önkénteseim, akkor tudok kiküldeni helyettük másikakat. Páncélosokkal. Normális páncélosokkal. Lehet, hogy megérni. Oké, ügyletem az emmi rájött, hogy mire készül Pekingnél, szóval nem is próbálkozunk meg a bekerítésre, egyszerűen szétozzuk azt, aki a városban van. Ez fia, ez kivonja onnan az egységeit? Oké, ügyletek, hogy addigra... ja, oké, addigra megfutamítottuk őket a városban és el tudnak menekülni. Még több Wolfram, és támadjuk a Startminerot, de mindjárt be fog futni két nagyon gyenge oldosztály, azonnak tudunk veszteséget okozni még a csatában gyorsan. Hogyha a fronton... nem, nincsenek a fronton. Na mindegy, akkor ezennek okozunk veszteségeket. Na! Hogy állnak a japán veszteségek? 284 ezer, újabb 40 ezer fő, mióta legutóbb csekkoltunk, és az ellenség újra parra szállt. Ez förtelmes negyedesítő lesz. A kínaiaknak küldünk néhány páncélost. Ó, oh, nem küldünk páncélost. Fú, a játék! Tehát, hogyha valaki... hogyha valahol polgárháború tör ki, a polgárháborús fél egy másik taggel jelenik meg, mint az eredeti ország. Tehát az ne, hogyha Olaszországban kitör egy kommunista felkelés, akkor a kommunista Olaszország nem Olaszország lesz, hanem olyan, mint egy random kis állam. A franciánál megnyerték a fasiszták a polgárháborút, és valahogy a régi tegen maradtak ennek, tudtam, hogy nem így kéne történni ilyenkor, azt hiszem vissza kéne mennünk a francia tegre, vagy nem tudom. De a lényeg az, hogy a francia fókuszfa kiszállt az ablakon, annak érve, hogy ők mentek át a fasiszta fára. Szóval van egy fasiszta Franciaországunk a generic fókuszfával, amivel szarra se fog menni, és Franciaország innentől fogva nem jelent senkire veszélyt. Normál esetben ezt visszatölteném, csak egyrészt már nagyon régen volt ugye a polgárháború, másrészt már nem tudom, hogy ezt hogy tudnám megoldani. Szóval ez van, Franciaország, Franciaország ezentúl nem jelent senkire veszélyt. Majd lerohanjuk őket úgyis. Mondjuk jöhet volna, hogyha legalább addig, amíg lerohanjuk őket, addig csinálták volna a dolgukat. Már kíváncsi lettem volna, hogy mit fognak csinálni a fasiszták, de hát itt látszik, hogy a Paradox mennyire dolgozta ki ezt utat. Beradták kozmetikainak, hogy itt van ez a választás, és aztán sose választja az emmi. Na mindegy. Ott át tudunk törni az ellenségen. Szerintem át fogunk menni Qingdaoba, elfoglaljuk a kikötőt, mert ezzel a kikötővel még nem kötötték össze az egységeiket. Oké, onnan éppen menekül ki egy ellenséges motorizált osztály. Meneküljön ki. Ki menekült, elfoglaljuk a kikötőt, mert az emmi okos volt. Ismételten ezzok. Azt a gyalogsági adosztályt ott összezúzzuk. És na lesz itt egy valaki japán adosztályunk, amit elvágtunk. Azt ott bevesszük. Ti jöttök erre. Az emmi okos, ide rendelt egy hadosztályt, ide ötöt. Na jó, tudod mit? Nem szarakodunk ezzel. Az a kikötőt üres, de a kínai falami nem sétálnak, most már nem üres. Jó, megvédjük a kikötőt. Visszaküldjük a páncélosainkat, akikkel befejeztük ott a harcot. A normális páncélosaimat az ellenség mindig nem tudja átütni. Oké, azok elmenekültek. Vissza a harcba. Kaptok egy kis erősítést legalább. Könnyű tankokból hiányban vagyunk, nehéz tankokból úgy szintén, közepes tankokból most jók vagyunk. Nehéz tankokból többet gyártunk. Növeljük a gyártósort. Hogy állunk a nehéz vadászokkal? Van bőlük 650. Az egy szép kis szám. Igen, igen, traitor múlt ideje. Igazából ezek az egységre nem is lenne így szükségem ezentúl a francia határa, mert a francia nem fognak támadni fókusz nélkül. Na mindegy, azért ott hagyjuk őket. Biztonság kedvéért. Bok. Ami azt illeti, nekem itt ugye van egy új román határom. Ami azt illeti, a magyarok szerintem elintézik a saját határukat. Manstein. Átjössz ide. Lehető leggyorsabban átütsz és mész a Bukarest felé. Igen, a Bukarest felé. Tehát átkerülünk a Dunán és megyünk Bukarest felé. A hegyi vadászaink pedig beállnak ide, és az ő feladatuk lesz az, hogy délfelől támadják Erdélyt. Jó. Azt a két oroszlájtot összezúzzuk. Szovjetek terjeszkednek. Gondolom ma megtalálták Litvániát, vagy valami ilyesmi. Ja, megtalálták Litvániát. Már szomszédosak vagyunk a szovjetekkel, tehát ki tudjuk húzni mindjárt az anti-szovjet paktumot. Ami után ki tudjuk majd hozni a...
Ja, igen, itt három hatalmi egyezménynek hívják. Amiután, várjunk, bat. Messze nem vagyok a szomszédjuk, ott a határ. Ott te, szomszédok vagyunk. Kinézzük az ablakon, ott van a szomszéd Vasszilé. Mi azt, hogy nem vagyunk szomszédok? Ezt nem értem. És ez nem is megszállt terület, ez zövék. Ezt anektálták. Na mindegy, majd valamikor ezek szerint szomszédok leszünk. A lényeg az, hogy amikor az megvan, meg az Enigma programunk, akkor ki tudjuk húzni a német hadigépezetet, ami egy rohadt OP fókusz. Három doktrina. Tengeri repülésre és hadseregre. Jó. Az ellenséget mindjárt elvágjuk a parttól. Bevesszük itt üres tartományokat a biztonság kedvére, hogy vissza tudjon oda menekülni valaki. Olaszország hülye. De elfelé gyerünk, kihozva kifejezzük az Enigmát. Görögországot garantálta valaki? Úgy látom, nem. Dánia belépett a Kominternbe, a britek megtámadták, miután félig kommunista lett. Jó. A britek kiúzták ugye az intervenciót, és amilyen hülyék használják is. Mondjuk ez azt jelenti, hogy én Dániáról leteltek, na mindegy. Nem menekültek. Na jól, menekültek. Hol van a hol van a páncélos hadosztályom? Meg semmisült? Annyira ledaráltak a felszerelését? Wow. Képzünk belőlük? Jelenleg éppen nem. Rendelünk még négyet. 4x2-t, ami azt illeti. Innen kirendelünk két hadosztályt, egyszerűen már tudunk kettőt küldeni még, mert annyival nagyobb lett a hadseregünk. Hármat is tudunk még küldeni, remek, zseniális. Kirendelünk innen még egy páncélos hadosztályt, a Kurmarkot. Kiküldjük mindet Kínába önkéntesként. Csak úgy nem kapok róla semmiféle üzenet, amikor meg semmi sem egy hadosztályon, mert miért is kéne értesíteni a játéknak arról, hogy mi történik a harctéren. Ahogy ugye a csodákról sem kapok semmi értesítést. Egyszer csak azt látod, hogy volt hadosztály, nincs hadosztály. Lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet kiküldeni őket, mert meg fogjuk támadni ugyebár Romániát valamikor. Szerintem ezt a bekerítést levezetem, aztán megtámadjuk Romániát. Ahogy elnézem, a szövetségesek nem igazán lépnek be a háborúba a megtámadott hatalmak oldalán. Mussolini hülye volt, Albániát lerohanták a görögök, de legalább parra szálltak a Peloponnesoson. Igen, kifele Jürgen, ahogy mondod. Aus Jürgen. Na. Veszteségek. Japán 300.000 főnél jár. Na most, mi legyen? Peking elesett. Kínaiak hülyék voltak. Remélem azért azt a tartományt elfoglalják. Megtámadjuk-e Romániát?